Sziasztok, Ivet vagyok, és ez itt a Csivetka videoblog. Úgy gondolom, hogy sokszor vagyunk olyan cipőben, vagy olyan helyzetben, amikor nem értjük, hogy miért nem jön az, akit szeretnénk. Aztán, ha jobban elgondolkodunk, amit én is tettem annó, akkor rájöttem, hogy azért nem jön az, aki én szeretnék, mert még én sem tudom, hogy igazán megfogalmazni azt, hogy mit is szeretnék pontosan. És nagyon sokszor volt már az életem folyamán olyan helyzet, mint munkában, mint élethelyzetben, mint minden, hogy igazából csak egy fix döntésre lett volna szükség, egy felelősségvállalásra, amikor azt mondom, hogy emellett leteszem a voksomat, és lássuk, hogy mi lesz belőle, és egyből elindult volna egy irányba az életem. Ehelyett így mindenből próbáltam egy kicsit elcsípni, és úgy próbáltam ügyesen kibújni minden alól, ami hosszú távra szólt, és úgymond könnyebben hozzájutni, vagy megszerezni bizonyos dolgokat, amiket elképzeltem magamnak, és annak mindig hatalmas nagy katyvasz lett a vége. Például tisztán emlékszem arra, hogy azokban az időkben, amikor nem tudtam eldönteni, hogy mit akarok, mennyit szeretnék beáldozni azért a bizonyos dologért, amit akarok, akkor pénzem se volt rendesen, úgy igazából kiegyensúlyozott életem se volt rendesen, csapongtam össze-vissza, ez így mind a magánéletemre ugyanúgy igaz volt, akkor rendesen elég sok pasit beújítottam, és nem azért, mert éppen annyira szerettem volna, hanem mert éppen úgy voltam vele, hogy megyek az árral, aztán majd lesz valami. És abban a pillanatban, hogy letettem a voksomat valami mellett, így elkezdett felfelé menni az életem. Ha ti is hasonló cipőben jártok, akkor azt javaslom, hogy fogalmazzátok meg magatokban, hogy mit szeretnétek oly nagyon, és döntsétek el. Döntsetek A és B között, vagy A, B, C, D között, de akkor is döntsetek valami mellett, és tartsatok ki amellett a valami mellett, mert hogyha egyszer ezt igazán elhatározzátok, akkor az be is igazolódik. Illetve azt tudom mondani, hogyha esetleg eltévejednél az úton, akkor is sosem eszed be azt, hogy mit akarsz pontosan, és fogalmazni magadban azt a dolgot, és indulj azon az úton. Na most ugyanezeket a tanácsokat át tudom ültetni a tökéletes pasi megformálásának a folyamatára is. Bár olyan, hogy tökéletes nem létezik, de azért mi tudjuk, hogy mire vágyunk, még hogyha nem is valljuk be magunknak, vagy hogyha nem is körvonalazódott bennünk eléggé, akkor is tudjuk, hogy mire vágyunk. Szerintem az egy tök jó terápia, úgymond, hogyha abszolút tanástalan vagy ilyen téren, hogy miért mindig ugyanazokba a tökfilkóba futsz vele, érdemes leülni és végig gondolni azt, amit szeretnél, és esetleg papírra vetni a gondolataidat. Úgy gondoltam, hogy a mai videó arra fog szólni, hogy mi az az 5 értékes tulajdonság, amit én egy pasiban igazán értékesnek találok, és amitől én igazán meg tudom szeretni azt az illetőt. Szerettem volna mindenképpen leszögezni, hogy ez nem a külső tulajdonságokról fog szólni, sem semmiféle anyagi vagy társadalmi státuszról, hanem abszolút a belső személyiségbeli tulajdonságokról. Úgyhogy tartsatok velem, ha kíváncsiak vagytok rá, és közben ti is jegyzeteljétek le, hogy mik azok a dolgok, amik igazán megfognak titeket belső értékek egy pasiban. Az első ilyen dologról igazából nagyon-nagyon hosszan tudnék beszélni, és igazából elkezdtem pontokba sorolni majdnem ugyanazokat a dolgokat, csak más aspektusban, és erre mondta a kollégám, akit megkérdeztem, hogy ő mit gondol róla, a férfi. Azt mondta, hogy szerinte ezt egy kalap alá kellene venni, és másik nénynek beírni valami más dolgot, mert hogy úgy gondolja, hogy az a dolog, amit én ezekben a pontokban külön szedtem, az igazából egy kalap alá tartozik, és az első és legfontosabb számomra az az, hogy az az illető, akihez én vonzódom, vagy akit én el tudnék képzelni barátnak, az hogyan bánik az emberekkel. És az a legjobb ebben a dologban, hogy ezt nagyon hamar le lehet szűrni, mert még nem is kell igazán ismerned az embert ahhoz, hogy meglásd, hogy hogyan viselkedik mondjuk a kiszolgálóval az első randin. Vagy hogyan vélekedik, úgymond, az emberekről úgy általánosságban, mert szerintem az, aki alapjáraton embergyűlölő, az soha nem lesz jó az emberekkel, és azzal én soha nem tudom megtalálni közös hangot. A másik legfontosabb, érdemes megnézni, hogy milyen kapcsolat van az anyukájával, mert hogyha az anyukájáról sem tud tisztelettel beszélni, akkor valószínűleg ott problémák vannak. És itt most nem arról beszélek, amikor az anyuka elhagyja fiatal korában és lesz a szarja, hanem amikor az anyuka mindent megtesz érte, és az sem elég. Általában azt szokták mondani, hogy
Csak arra figyelj, hogy az emberek hogyan bánnak veled, mert az az igazi igazság, nem azt, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy hogyan bánnak veled, mert az úgyis elmondja neked azt a valódi igazat, amilyenek ők. És én nagyon ügyesen meg szoktam figyelni ezeket a dolgokat. Azt is érdemes megnézni, hogy az az illető hogyan bánik az állatokkal és a gyerekekkel. És most nem arra gondolok, amikor egy srác nem tud mit kezdeni egy gyerekkel, akkor az már biztos nyomi, hanem itt most arra gondolok, hogy a gyerekekkel milyen türelemmel van, és hogyan tudja kezelni azt, amikor egy gyerek úgymond rosszalkodik. Mert hogyha az első adandó alkalommal egy kicsit agresszívabb az a gyereke, vagy agresszívan reagál bizonyos dolgokra, amit a gyerek csak játéknak gondol, és azért csinálja a csintalanságokat, akkor valószínűleg a saját gyerekével sem fog másként bánni, és te azt nem szeretnéd végignézni. Az állatkérdés az igazán kényes kérdés, mert szerintem sokkal több aberrált ember létezik ezen a világon, mint gondolnánk, és sokkal több aberrált ember éli ki az ő komplexusait az állatokon, mint gondolnánk, és szerintem ez is nagyon hamar kiütközik, hogyha esetleg házi állatod van, egyből vitt oda hozzá, és nézzük, hogy hogyan viselkedik, illetve akkor is nagyon el lehet dönteni, az ember milyen ember, hogy az állatok és a gyerekek hogyan viszonyulnak hozzá. Mert durva mód az állatok és a gyerekek tudják a leghamarabb megérezni, hogyha az ember nem okés. És ők nem hazudnak. Szóval, hogyha a kutyád valamiért nem kedveli a pasitot, akkor érdemes elgondolkodni a dolgokon. Persze ez ilyen szélsőséges példa volt, de akár még ez is lehet. A kettes dolog az igazából szintén több mindent akar, de amit ahogy össze tudnám foglalni, az az, hogy mennyire lehet számítani rá. Mert ugye nagyon sok srác van, aki eljátsza a dongmát, lehozza a csillagokat az égről, virággal köszönt, mit tudom én, az iskolából hazafelé jövet, de amikor nehézséget támad, vagy éppen rossz faszban vagy, akkor hirtelen eltűnik, akkor valami más fontosabb neki, akkor nem lehet rá számítani. És ezzel egy kalap alá venném a figyelmességet és a törődést is, amit szintén nagyon egyszerűen el lehet szűrni az olyan apróságokból, mint például az én barátom nagyon tudja, hogy mit szeretek és mit nem. És azt is tudja, mivel lehet fejlődni. És ezt is csak úgy tudhatja, hogyha megfigyeli rendesen. És az, hogy ő ezt megfigyelte, és mondjuk figyelmeztet arra, hogy ez most lehet, hogy nem fog nekem tetszeni, vagy figyelmezteti a másikat, hogy ezt inkább nem mondja, vagy ne csinálja, akkor az szintén valamiféle figyelmesség. Törődés az például ott kezdődik, amikor rám szól, hogy miért nem veszem fel a sapkámat. Vagy amikor rám szól, hogy mossa a kezet, miután megjöttünk, mert a BKV-n összefoglalsa minden szart. Ezek szintén olyan apróságok, amikre az ember nem, tehát amit az ember úgy nem feltétlenül vár el, sőt, hogyha megkapja, nem mindig veszi észre, hogy ez mennyire nagy figyelmesség lehet. Ezek ugyan apróságok, de mégis nagyban meghatározzák a pasit hozzád viszonyulását, mert szerintem az ilyen igazán apró figyelmességekből lehet leszűrni, hogy a nagyobb bajoknál hogy állnak oda mögét. A hármas, a hozzáállás, a talpra esettség és a pozitivitás, az például, hogyha el kell mennie valahová, akkor észben tartja és elmegy. Hogyha a srác egyébként úgy hébe-hóba járkál be a munkahelyére, az egy eléggé feltűnő dolog, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy flexibilis munkarendben dolgozik, szerintem érdemes utána nézni, hogy mi a helyzet. Vagy hogyha meg van beszélve valakivel, mondjuk bankkal, vagy akármilyen más dologgal, hogy lesz egy találkozója, akkor nem neked kell, mint az anyja észben tartanod helyette, hogy figyelj már, fiam, menjél már el, és ne hozz magad a szégyent. Valójában ezekkel a megfigyelésekkel csupán azt tud beszélni, hogy mennyire felnőtt az illető, és mennyire nem kell beszokálnod, mint hogyha az anyja lennél, ugye. Ezt Jennifer Lopez is megénekelte. A négyes pont a nyitottság és a rugalmasság, ami igazából, ez így furán hangzik, de annyit akar, hogy mennyire kompromisszum képes az illető veled szemben, a te életedre szemben, mert ugye nagyon sok olyan fajta controlling personnel találkoztunk már életünkben, vagy lehet, hogy mi magunk is azok vagyunk, csak nem veszük észre, akik mindig megkérdezik, hogy hol voltál, mit csináltál, kivel voltál, és miért nem velem voltál, és bla bla bla, és olyan dolgokat akad ki, ami igazából a te személyi szabadságodat korlátozza.
És én például nagyon nem szeretem az ilyesmit, és én maximális szabadságot szoktam adni a páromnak, és ugyanazt várom el én is tőle. Erre is tökre büszke vagyok, mert az én barátom például annyira, annyira jó fej az én életvitelemmel szemben, velem szemben, meg a agyment ötleteimmel szemben is, hogy le a kalappal, de tényleg szerintem jelenleg nem lenne hasonló karakterű ember, vagy olyan ember, aki ezt így tolerálni tudná, hogy igazából tényleg dolgozom, aztán utána ide meeting, oda meeting, ezt csinálom, azt csinálom, videót forgatok, készítek valamit mindig, valamit mindig csinálok, ide megyek, oda megyek, ezzel találkozom, azzal találkozom, ezzel ápolom a kapcsolatot, azzal ápolom a kapcsolatot, és akkor volt kolis találkozó, ilyen találkozó, és igazából nem is kérdezi meg, hogy kivel vagy mit csinálok, hanem megkérdezi, hogy mikor érsz haza, mert akkor átmegyek. Jó! És igazából ezt mindig előtte valónak meg szoktuk beszélni, hogy a következő napunk hogy néz ki, és ahhoz egyeztetjük az együttlétünket, mert ugye az ilyen életstílus mellé, amit én folytatok, úgy annyira nem való egy kapcsolat, és ez néha nagyon sok mélységet szokott okozni nekem, meg a barátomnak is, tehát nekünk. És ilyenkor így megjegyezzük, hogy össze kellene költözni, mert az nagyban megkönnyíteni a dolgunkat. De hát még nem jutottunk el odáig, szóval ez még mindig ilyen kérdés. Amúgy itt ül. Az ötös pontban az ambíciókat írtam fel, és az annak miértjeit, ezt már is kifejtem, gondolhatjátok. Az ambíciók az lényegében a célok, meg azt, hogy mennyire van benne az a készítés, hogy, vagy motiváltság, hogy ő nem az, hogy mindig többet és többet érjen el, hanem hogy mindig mozgásban legyen. Én például mindig tanulok valamit, mindig csinálok valamit, mindig kreálok valamit, mindig építek valamit, mindig előkészítek valamit, mindig csinálok valamit, és ezt tudjátok, és nem bírom elmesélni magam mellett a tunya embereket. Az annak miértjeit azért írtam be ebbe erre a pontra, mert tisztán emlékszem, hogy volt egy olyan szívemnek nagyon kedves pasim, aki lényegesen fiatalabb volt nálam, és valahogy nem nagyon jutottunk dűlőre emiatt ilyen-olyan okokból, majd írok erről is a csivet.com-on, nagyon fog neki örülni. És a lényeg az, hogy ő mindig azt mondta nekem, hogy ő gazdag lesz. És igazából sok mindenki álmodik erről, hogy ő gazdag akar lenni, de nem mindegy, mi az indítatás. Én például soha nem a gazdagságra és a luxusra gondolok, hogyha azt szeretném, hogy sok pénzem legyen, hanem a szabadságra. Mert úgy gondolom, hogy ha az embernek van pénze, akkor van választási lehetősége is, és minél több pénzed van, annál több választási lehetőséged van, és ez hatalmas mértékű szabadságot ad neked. És igazából rajtad múlik, hogy ezt a fajta szabadságot mire fordítod, és hogyan éled fel. Míg ez a srác azt szerette volna, hogy hűrítse a lóvét, és apu vedd meg nekem a várost. Úgyhogy azért mondom, hogy kell, hogy legyen ambíciója az embernek, de nem mindegy, hogy mire. Így hirtelen ezt az öt dolgot tudtam kiemelni és megmagyarázni úgy, hogy érthető legyen, hogy miért tartom ezeket fontosnak. Írjátok le ti is magatoknak ezeket a tulajdonságokat, hajtsátok be a fiókba, és amikor eszetekbe jut, olvassátok el minél többször, mert meggyőződésem, hogy minél többet a szemed előtt van, annál jobban mantrázod, és ha célokat akarsz kitűzni magad elé, akkor érdemes mindig szem előtt tartani. Remélem, hogy tetszett a mai videó, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok. Mindenképpen el kell mondanom, hogy ez a ruha is a síről van, illetve a fülbe valómat is berakom a videó leírásba. Mint ahogy az előző videóban elmondtam nektek, most nem terveztem haul vagy outfit videót, mert nem olyan régen volt, és most éppen nem az volt beütemezve, de mindenképpen szeretném nektek ezt megmutatni premier plánban is, mert az Insta story-ban ám megmutattam, de azért mégiscsak egy videó keretében igazán jobb lenne. Van egy tök jó outfit ötletem, amit szeretnék kivitelezni, hogyha nagyon-nagyon kíváncsiak vagytok és a kíváncsiságotokat szeretnétek lelőni, akkor beleteszem a Shein-től kapott ruhalinkeket a videó leírásba. Köszönöm szépen a mai figyelmet, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek, és várlak titeket legközelebb is. Imádlak titeket, sziasztok!